Na, mi történt? Na, milyen Ender lagót ez-e? Ja, Istenem, pont ezt mondtam nektek, srácok, hogy mindenkinek. Ebből, az ilyenekből látszik, hogy, hogy a 1070 az nem streamelésre lett hebregálva. Jaj, mindenkinek, srácok, jó szórakozást mára. Hát folytatjuk ott, ahol tanap abba hagytuk. Ugye kell új emelet fölfele. Várjunk, annyira nem jönnek a srácok, most azt hiszem 6-an vagyunk. És jelenleg ugye 8-at tudunk ellátni. Girosz jelenleg, ez még csak az alap. Tehát, hogy így van mennyi 8 szobám, meg ugye lefele még ástam. Tehát, hogy még azért lefele azért van pince. Nem is kocka egyébként, hanem téglalap, vagy téglatest. Ilyen formai érzékeléssel hogy vettek föl téged? Bárhová? Ja, Istenem, srácok, hogy mindenkinek jó szórakozást mára. Szóval kell egy csarnok, kell egy konyha. Túl kéne élni minden támadást. Mi van még, ami ma van? Mi van még, ami van? Ami máma van ma. Rizlecsből, hogy állunk? Azért Girosz, még nem fejeztem be azért. Ide fog kijönni a csarnok. Meg azt akarom csinálni, hogy most nem így izélek egy falat. Tehát nem ide hebregálok egy falat így köré, köré az egész köré. Hanem úgy akarom csinálni, hogy bástyát csinál, tehát ilyen kastélyszerűre megcsinálni, tudod, és akkor a kastélynak van, mondtam én, kastélykertje, meg ilyesmie. És akkor az egy viszonylag könnyebben védhető talán, de hogy ez most mennyire igaz, nem tudom. Jelenleg még próbáljuk a pályát feldolgozni, amennyire csak lehet. Ugye még itt a srácok szaladgálnak az agyagért például. Ugye most kapartunk le innen egy kisebb domboldalt például. Akkor meg ugye követ kell vennem. Ez a másik, hogy követ kell vennem. Meg ugye a pincét most ástam ki. Itt van lent a pincénk. Ajtóm az van már egy... Aha, igen, van már ajtóm, tehát meg legalább a belső köret is megvan. Bébinek is jó szorakozást, előveló. Azt mondja... Csak lassan haladunk. Egy kicsit. De majd elmúlik. Egy építészem van. Nem, kettő. Nem, nézés. Teratlan is az. Konyha. Rinver lesz-e valamikor? Persze. Csak nem tudom mikor. Ez is egy Rinver valahol, Kun Baby, csak hát... Csak 3D-s. Azt mondja... Most csináljuk meg a szobátot, nagyon helyes. Az, mind a kettő szobát megcsinálják, ráadásul nagyon jó. Megcsináltad? Meg. Ha ennek ilyen hülye ajtaja van, arra voltam kíváncsi, hogy ilyen hülye ajtóval mi lesz. Nem működik. Ott fogunk majd még lejjebb ásni, azt azért hagytam ki. És akkor le tudunk menni még egy szinten lejjebb majd. De most jelenleg nekem az a fontos, egyrészt szereznem kell fát, ahogy látom. Másrészt... Meg kell csinálnom a csarnokot mindenképpen. És melyik irányba lenne a legjobb a csarnok? Igazából tök mindegy. Ugye kell a konyha, meg kell az étkező. Most ezt úgy fogom megcsinálni, hogy ebből fogom leválasztani. Tehát ez az ajtó itt majd kikerül a kukába, ott kinyitunk egyet, hogy legyen szellőzése.
a lakásoknak, a házaknak, hogy mi a szobáknak legyen szellőzése, ezért ne a konyhába szellőztessünk, vagy ilyesmi. És innen kihúzunk majd egy konyhát ide, ide szerintem meg kihúzunk a csarnokot. Viszont azt oda kell figyelnem, mert ugye van egy maximum a tetőnek. Mert szerintem a csarnokot azt megcsinálom még plusz egy szintre majd. Meg plusz, igen, plusz egy szintre, és arra még, és arra teszek rá egy tetőt. Bár lehet azt is, hogy hagyni kéne a fenébe azt a tetőt. Jó kérdés. Szedjétek le. Nem az nem érdekes, szedjétek le. Ezt tegyétek át innen. Meg azt is tegyétek át innen. Roland, hello, hello, jó szórakozást! A kukás zónát eltesszük innen. Oda. És ezt leszedjük. Gyerünk, rohangáljatok, srácok! Jó, van már kápolnánk, tehát ugye azzal már egy fokkal jobbak vagyunk. Mit kapászta ott? Hát. Ja. Ja. Megszereztük a nagy research table-t és azt csinálja éppen. Ugye azzal már nem csak krónikát tudok írni, vagy mi a fenét. De nem csak krónikát tudok írni, hanem azzal már tudok csinálni mást is. Azt hiszem, pont nem a tézist. Az egy elejjebbet, aztán scriptorumot tudok csinálni, vagy nem is tudom melyiket. És azzal már tudok komolyabb research-eket csinálni, mint amilyen például a Furniture 2, ami a láda miatt fontos lenne. Melyik ez? Textbookot tudok csinálni, igen. Nem ez, ez kell nekem. Ez kell nekem, nagyon jó. Padló. Zavacsi végzett egy szavaztok, srácok, jó szorakozást! Aztán elpakolják onnan ezt a két vackot. Hát amit akkor most jön a jól megérdemelt pihenés. Vagy nem. Kell valahova el tudom tenni az élelmiszeremet. Erre gyúrok éppen. Most lefeküdtek aludni, de jó. Azt mondtam, hogy támadás ez mikor fog jönni? De eddig összesen egy támadás volt csak. Az is ugye a kergetőzésből. Kergettek valakit és én meg befogadtam. És emiatt megtámadtak minket. Viszont azóta jött egy vándor, aki erre sétált, és azt is befogadtuk. És most tartunk ott, hogy 5-en vagyunk. Eső. 4,96. Nagyon kevés. Viszont szükségem van fára. Ezt kivágjuk. Ezt is, meg azt is kivágjuk. Azt is. Azt is. Azt is. Kuka. Fog egy csomó fa, úgyhogy a csarnoknak.
úgyhogy most gyorsan körbevágjuk itt a környéket. Abba bízom, hogy nem fognak a nyakamra jönni közben semmilyen banditák, miközben húzolom be a fát. Aztán nem nagyon szoktak hirtelen támadni, de... Vaddisznó róka. Vigyázni kell, mert ugye van farkas a pályán valahol. És azzal meg nem ajánlatos kekeckedni. Aztán a közelébe se ajánlatos menni. De ilyen szempontból nem vagyok biztos, van valahol farkas. Az róka. Vaddisznó, róka, ősz. Hogy nyekereg ez a szar? Azt mondja... Ősz. Semmi. Ősz. Ősz. Az ott mi? Az nyúl. Nyúl, róka, az nyúl, vaddisznó, nincs farkas a pályán. Jönnék azt mondom, hogy van. Ott van. Van farkas a pályán. Oké. Na, őt nem szeretjük ugye a farkast. Na, rohangáljatok. Azt mondja, igen. Nagyon jó, krónika. Azt mondja, hol tartunk. Most vagy behozhatnám a clay brick making-et, vagy a stone block cutting-ot. És akkor tudnék csinálni azért követ. Meg agyagot. Igazából. És azt mondta, most adja be a izét, ugye? Mert még nem csinálok clay bricket, addig nem adja be a... Ó. Na váljadok én neked. Egyelőre lentre építjük a cuccot. Hát, hurigán ez ilyen. Itt meg rohadt magas a páratartalom, tehát hogy így nincs 25-26 foknál magasabb, de mivel annyira magas a páratartalom, ez úgy érződik, mintha 32 fok lenne. A ló úgy izzadok. Aztán leszedjük, miért meg a nyulak tennénk meg. Inkább eltörli a production-t. Azt mondja, hogy... Úgy. Ez pedig forever-be. Nem érdemes a pályának a sarkába költözni, mert hogyha onnan jön a raid, akkor reagálni sokkal nehezebbre. Hát amit szemesten szépen köszi a ti is. A sarokban 90 fok van, az biztos. Nincs hova elhordani, vagy francot nincs, ott van egy csomó hely. Csak megint lustálkodás van. Mit csináltak? Mi
Milyen feje? Mi van a fejeden? Semmi. Mit csináltál a fejeddel? Ja, jó a szaracénunk, tényleg. Egy mustara, ugye teratlan volt a szaracénunk, nem tudom már melyik. Van egy lódarás konkrétan, ami folyamatosan próbálkozik az ablakomnál. És így ilyen óránként visszajön körülbelül próbálkozni, hogy hátha bejut. Sok esélye nincsen, mert egy ilyen kisebb pókhadosztály várja. Tehát az Egyesült Pókdivízió alig várja, hogy végre beakadjon valamelyik hálóban. Tehát sok esélye vagy reménye nincsen a szerencsétlennek. De próbálkozik egyébként kitartóan. Hogy melyik pók fogja megenni, azt nem tudom mondjuk, de valamelyik biztos. Edd már meg a zöldségemet, vagy mi gyümölcsömet. Nem az enyém mondjuk, de most az más kérdés. Ugye most már konkrétan az állatok folyamatosan zabálnak, tehát folyamatosan így esznek ezt azt. Szóval óvatosan kell eljárni a földekkel, be kell őket zárni, meg mit tudom én ilyenek, körbe kell keríteni, különben az állatok szépen lehamikázzák. Nagy genyák egyébként. Hát Balázs, amilyen pókháló szerkesztmény van ott, ahova a lódarás próbál bejutni, eddig egyelőre a pókok nyertek. Folyton beakad a pókhálóba, aztán elrepül, addigra a pók újra szövi, visszajön, megint beakad, és ezt játsszák konkrétan. Tehát így beakad a pókhálóba, aztán kiakad, és így lelép. Mondom, a pók arra vár, gondolom, hogy vagy kifáradjon a lódarazsát, pók se hülye, gondolom, szépen megenni a lódarazsát, de pók se hülye, hogy oda menjen beszakodni a lódarazsra. Mindaddig, amíg vagy ki nem fáradt, vagy nem akad bele annyira a hálóba, hogy mondtak ezen maga tehetetlen. Na. Ezt már ki kell innen vágnom sajnos. Engedj már rákattintani főnök. Azt. 2 nap 9, és akkor eléri a maximumot. Hát ezt már igazából megvárhatom. Melyik darázs, ami belefészkel a földbe? Azt mondom, utána fűrkész. Azt hiszem a fűrkész az, amelyik belefészkel a földbe. A szívás tud lenni, főleg amikor az ember locsol. Locsolnád a pázsitot, és akkor egyszer csak hopp, így kirajzanak a földből a izék, a srácok, aztán nagyon csípnek, te meg ott nézel, hogy de hát most ez bér. Nyíráskor, az is kellemes lehetett. Locsolással darázsokat varázsolok. Hát, végül is, Dolcsi. Hogy nem pörög az idő, miközben le kell kattintani róla, és csak akkor látom, hogy pörög az idő rajta. Szégyentelen. Tehát az overlay nem változik folyamatosan. Ugye a infopanel nem változik. Rajta hagyom az egeret, és várok, mit tudom, egy pár órát, amit játékban pörög.
akkor ez nem fogja frissíteni, legalábbis az előbb se frissítette, aztán csak elkattítottam vissza, és ott már kettő órát csökkent. Nem frissítnek valós időben van a panelek. Sörfát ültetnék, nem? Nincs még meg a fermentálás. Amíg a fermentálás nincs meg, addig nem csinálunk ilyeneket. Viszont... azt mondja... copy. Hagyjátok csak a fákat, srácok. Azt hiszem gyümölcs van, még nincs benne a játékban. De erre nem esküszöm meg. Szerintem gyümölcs van, még nincs. 3 vagy 4 féle fa van jelenleg. Ó. A maple tree, hát szerintem az nem oak tree. A maple tree szerintem az nem, juharfa ugye, de szerintem arra annak nincsen termése, pedig ugye... ja, maple tree-nek nincs termése. Hát még nincsen, Sari, még nincs. Hát igen, Sari, csak nem tudom, a középkorban ki tudták-e már nyerni, vagy észlelték-e azért. Meg hogy azért Angliában vagyunk, itt azért sokkal barbárabbak voltak a sötét középkorban a népek. Azért azt tegyük hozzá. Hatalmas kastélyokat építettek, szelszámíjakat és hasonlókat, de viszont két hülye gyerek úgy ugrott egymásnak, hogy több ilyen 100 000-es lélekszám veszteséget okozott ilyen 2-3-4 éves háború ezekben az évtizedekben. Föld nélküli János, azt hiszem, az nyomult még itt. Náluk volt ilyen, hogy a királynak volt pittavi 3-4 gyereke, és akkor felosztotta közöttük a birodalmat. Azok meg ugye egymás torkának estek, amikor a papa meghalt. Gondolj bele. Csak gondolj bele, hogy ilyeneket csináltak a britek. Jó, mások is egyébként, de a britek azok még... Briteknél szó szerint folyt a vér folyamatosan. Behoztátok az összes fát. 1480. Nekem van, úgy tűnik. Zolcsi, nem teljesen, mert azért a rómaiak azok rengeteg fejezést csináltak már. A rómaiak is azért elég durván pazarolták az ember életet, csak ők nem játszották el utána, vagy szentek. Ugye? Lovas, hello, hello. Tudod. Meg azért a mongoloknál is azért voltak testvérháborúk, meg örökösödési háborúk, tehát azért nem természetesen az ilyesmit azért nem engedjük el, mert itt a szemünk előtt. Nem engedjük ám el az ilyen dolgokat. Felhő szakadás a térségben. De jó, már megint. Mi van? Esőnapok vannak? Ami neki nem rossz, mert legalább túl tudom élni, amíg felszeredik a srácok a cuccot, csak annak is örülnék, hogyha szólnának, hogy mikor jönnek. Lovas nem, mert... ez nem Rimworld. Rimworldben vannak ilyen hülyeségek, hogy akkor kikinek a szeretője, és miért, és meddig. Volt valamelyik Rimworld végigjátszásunkban, amikor az egyik mester konkrétan körbekúrta az egész kolóniát.
Tegnap volt medár és esett, úgyhogy most a 40 napig esik. Én egyébként annak örülök, Viki, mert legalább akkor lesz egy csomó szőlő, sőt kifejezetten jó szőlő lesz, meg jó dinnye. Ugye? A paradicsom is nagyon jó lesz idén akkor. Csak el kell ültetni. De most nyomtalak le felhőszakadás a térségben, barátom. Mutasd időkép. Radar. Hú, ez tényleg felőszakadás. A Dél-Budát éppen most tarolja le. Villám térkép. Ó, ez meg villámlik, mint a disznó. Aj, nem áll. Akkor ugyanaz a helyzet, mint tegnap. Hogyha nagyon, hogyha villámlana meg ilyesmi, akkor addig lelövöm a streamet, és utána már jövök vissza, és annyival tovább tart, az ennyi. Van még hátra ebből a fából. Túlságosan kegyelmes vagyok vele. Még egy nap, ha ezt kibírjuk már fél lábon. Azt mondja 1825, igazából addig mondjuk el tudok kezdeni építkezni. Ezt innen szedjétek le, ezt is, ezt is, ezt is, mondom, ezt is, ezt is. Jaj, tényleg megcsináltátok a... azt... szén... fából tudok csinálni szenet. Nem, forever, Isten ments, until you have... Nem mondom ki, hogy faszén, mert akkor még a végén röhögnek itt a népek. Ad lehőt 60% inside, production speed 60 watt. Plant reaping mishandled, nagyon jó. Megselep! Pedig már kimondtam, persze, persze. Heat output 2000, a büdös életét neki. Sok lesz. Azt pláne nem mondjuk ki, az csak workers bengi lesz. Heat output 2000, az mégis hány. 26 fok lent, a büdös életét neki. Az lehet, hogy nem lesz ott egy jó. Az a többi szobában fog lecsapódni, amit nem örülök. Nem örülök. Kiáshatnám addig a pincét, csak az a baj, akkor meg ránk szakadna minden. Ebből a játékban egyébként ez hiányzik, hogy tudjon az ember visszatölteni cuccot. Mi kéne az, hogy 100% legyen? Hát ezt majd itt meg kell szüntetni, mert ez itt nem jó. Breaking. Ja, ezt annyira imádom, amikor Facebookon meg ezeken az ilyen csak helyeken csinálják ezt. Breaking-es, akkor ott írja oda ilyen szekunderizé, ilyen újságírónak álcázott különböző kémek, és akkor így posztolnak Twitteren ilyeneket, hogy breaking, meg just come in, meg mit tudom én ilyeneket. És nyomják az ilyen izéket, ilyen kamu híreket, hogy akkor ki mit csinált, mi történt, most írt alá, most nem tudom, és ez így... Úgy olvasod, és akkor nem tudsz nem röhögni ilyenkor. Fordítva. Azt mondja, hogy... 12. Ha.
Oké. Okay. Az úgy jó lesz. Na, és akkor csarnok. Oda egyet. Zolcsi, az is erős. De az inkább breaking lenne, nem? Csarnok, csarnok, csarnok. Megcsináljuk a gyroszozót ide. Ruben Gaming mesteren szépen köszönöm, de szavaztok, srácok, jó szórakozást. Mi volt a játék tárgya? És hogy ment az a kérdés? Girosz, sajnos a játékban nem lehet izét csinálni ilyen... mi a fenét? Ilyen körülakú szobákat, meg ilyen Diablo láz. Azt hallottam, hogy izé, hogy eléggé sikerült megcsinálni a Blizzardnak a pay to win benne. Igen, lovas, csak az a baj, hogy ez kezelhetetlenné válik akkor, mert ugye az ablakok csak egysorosak, tehát hogyha ablakot raksz be ide, akkor az így fog kinézni. És az, hogyha neked második emeleti izéd van, második emeleti objektumod van, akkor nem fogod tudni kinyitni az ablakot benne. Tehát nem tudok benne izét csinálni, Girosz, amúgy az lenne az legjobb. Hogyha lehetne ilyen izét csinálni, tudod bele egy ívet, vagy ilyesmit, tehát muszáj izét csinálni, sajnos. Előtyöksz benne free to play-be? Hát gondolom. Láttam a izés videót, amikor a mester verette a Diablo-t. Aztán izé volt a... Hiszem Azmongoldnak van róla videója, hogy így megvette a végtelen mennyiségű, nem tudom, nem, sziriszart, amit kell használni réd előtt. És akkor az összes legendary kiesett neki, ami kellett körülbelül. Aztán úgy ment egy kört, amelyikben nem vett meg semmi ilyesmit. Nem vett semmi ilyesmit, és konkrétan semmi nem esett. Tehát, hogy így ott állt, és így nézett, hogy így a kék volt, azt hiszem a legjobb item, ami kiesett. Tehát, hogy se ritka, se legendás, se semmi, és így ott állt, hogy jó, igen. Tehát akkor van jelentős különbség az élet. Ellalakban nem lehet csinálni semmit. Hát, az nem éri meg, Girosz, tudod. Az útkeresési algoritmus miatt nem éri meg. Vannak játékok, ahol megéri az ellalak, de itt nem annyira. Itt a füles bástya fogja megérni egyébként. Tehát, hogy van benne egy nagyon durva mechanika Girosz ebben a játékban, ami egyébként nekem mocskosul tetszik. Tehát például azt mondom, hogy van egy falam. Ugye mutatom, hogy miért tetszik nekem ez a játék, és akkor meg fogod érteni, hogy miért baszakodok. Egyébként ezek az épületek nem igazán permanensek, majd át kell építenünk a falakat, csak egy őre még nem telik rá, hogy jobbat csináljak. Van így a falam, és azt mondom, hogy akkor mit tudom, én kilógatok belőle így egy bástyát. Pont ennyivel. Nem ennyivel. És így kilógatok belőle egy bástyát. Most ami nekem tetszik a játékban, mondjuk így kilógatok belőle egy bástyát, és erre azt mondom, hogy mondjuk fölteszünk rá egy padlót, ott pedig fölmegyünk, sőt, ott bemegyünk, és... Várja, ez így nem jó. Még egyen nagyobb legyen kívülre vagy belőlre. Már dörög az ég. Ó, basszus. Na, bízom benne, srácok, hogy az lesz, mint tegnap, hogy csak itt mormog, aztán elmegy, de ha egy para lenne, vagy ilyesmi, akkor ugye a direktíva az, hogy
pofoljuk a dolgokat addig, amíg elvonul a mester. Na. És akkor ide jön egy ajtó. Fönt ugye ezért jön. Most Girosznak mutatjuk be, hogy mi van. Itt kibontjuk. Bár mondjuk nem ott bontsuk ki, hanem inkább itt. Ott nekem oda kell állnom, oda kell tudnom állni. Kettes direktíva. Mi a kettes direktíva? A teljes pánik, hogy megsemmisült a számítógépem azért, mert nem majd basztam kiizelni a viharba. És belevágott a villám a izébe, és kisült az egész a fenébe, aztán rimánkoltatok Donátaért, hogy beesek egy másikat. Na, és ami itt a legjobb girosz, hogy fogom, fölmegyek egy emelettel feljebb, és megépítem a következő emeletet. És nekem innentől kezdve van egy bástyám. Jelen még feljebb egyel. Ó, igen. Úgy. Ott már jelzi, hogy nem éri el, az minket nem érdekel. És itt van egy fal fönt. És erre tesszük rá a tetőt. Na, és akkor így konkrétan nekem van itt egy bástyám. Nyilván ugye úgy kell megcsinálni, hogy ezt innen kiszedem, ezt is innen kiszedem, és akkor ezért teszünk oda védművet, tehát egy Merlont. Most a Merlon az nyilván ocsmányul néz ki, kivéve, hogyha izéből építem kőből. És akkor ugye ezt képzeld el kőfallal. Ezt kőfallal képzeld el, tehát hogy lehet csinálni belőle ilyen baromi jó izéket, csak ugye nincsenek még meg az ilyen kastélyformáim, és emiatt annyira nem tudok olyan jó zoralcúszokat csinálni. De lesz majd benne, sőt, eljutatom neked a izét. A Discord szabolni lehet? Nem. A Discord nem lehet szabolni. Tanap is jöttek föl, vagy hárman, négyen. Na nézd csak a fő menüt, Girosz. Na, itt van hátul ez a vár, nem tudom mennyire látszik. Ez konkrétan a játékban lévő eszközökkel csinálták. Tehát ezt a bástyát itt konkrétan, nem tudom mennyire látszik streambe. Ezt a játékban lévő eszközökkel csinálták ezt a bástyát. Tehát most jelenleg én a fánál tartok. Tehát hogy ez még nyilván odaig van, amikor már végre kőtucaim lesznek. Na, ott már a formák azok sokkal zoralabbak. Ugye? Tehát ez a bástya itt, ez azért mégsem úgy néz ki, mint egy ilyen kis fabódé, amit szét lehet kúrni egy hangos izével. Orkán erejű orgazmussal. Én nem vágom, mire gondolsz, Balázs. Paragondol az éhez. Értem, próbálom. Nem tudom. Nekem annyira nem. Annyira nem adja már be az Diablo. Játszottam én 3-mal elég sokat, de... meh. Jelenlegi fázis matúra. Robot zsaru. Nem rémlik. Nekem a Discord teljesen jó, meg folyamatosan jönnek fölre. Jó,
Discord. Tegnap is jöttek föl. Hárman is jöttek föl tegnap. Konkrétan. Úgyhogy nem tudom. Ablak. Meg kell izélni, beamelni. Tényleg. A pincébe is kell majd beamelnem, mert akkor le fog szakadni a padló. Csak nyitva. Azt most ilyenkor kezd el dörögni az ég, hihetetlen. Magyarul egész délelőtt hétekre sütött a nap, és most már meg elkezd dörögni az ég. Téboly. Az ablakok nyitva, nagyon jó. Annak körülnék, hogy az egész szobában be lehetne csukni az ablakot. Nátok délelőtt egész jött eset? Nálunk itt 10 év volt, teljes csönd volt. Hát ilyen vihar előtti csend volt, csak a lódalás próbálkozott itt adott időközönként. Csak nem akarnám félbehagyni a streamet, mert az a legrosszabb, tudod. Nem tudom én elkezdeni nyomni egy órát, és akkor utána vagy visszanyomni valamikor, akkor már a legtöbb beteg az már kombokron túl van. Fa, 6 text. Nagyon jó. Ott kell valakinek állni mellette, most szórakozol. De a szén az hogy van? Aha, az 20-at csinál, akkor viszont ez legyen 40. Van egy csomó S. Nekem pont a clay kéne. Reggelizni, ugye a pincében van az összes kaja, tehát hogy itt reggeliznek még. Ha lesz egy csarnokon végre, akkor már ott lesz a zabálás. Azt mondja... Azban nincsen túlságosan sok kajám, és ennek annyira nem örülök, úgyhogy most gyorsan ellopjuk a kaját innen. Zárva. Na, mindjárt kész van ez a borzasztóság. 4 órán belül eléri a maximumot. Ennek esélye nincsen, ezt nem várjuk meg. Ezt kivágjuk. Ezeket is kivágjuk. Nőtt ide egy csomó bokor, basszus. Birch tree.
Field Map-ről 15 óra, nagyon jó. Azt ott falazzátok be. Egyőre még csak fám van. Annak örülnék, hogyha jön egy kereskedő, ezt el tudnék neki adni pár dolgot, ő meghozna nekem követ. Vagy én megyek az arcukba. Cuccal, csak attól tartok, hogy megtámadnak. Ez akkor, akkor lenne nekem jó, hogyha jön egy támadás, és utána elmenni kereskedni például. Akkor szinte egy darabig biztos, hogy nem jönnek. Legalábbis ez nem Rimworld rendivel, vagy rendi randommal. Elmegyek valahova, hogy megtámadnak, és a következő pillanat az, hogy megnyugszom, és utána a következő pillanat megint megtámadnak. Mondván, hogy úgyse jön már senki most egy darabig. Aha. Rimworldben átverték volna a Handmade-et Brick modot, mondjuk. És akkor mindenki hordaná a fát, nem csak az építők. Hát ide hordanák az építkezésre a fát, aztán utána elmennének. És már vághatjuk is ki azt a fát is. 13 óra is azt is vághatjuk. Most kezdett el nálunk esni. Még nem villámlik, addig jó vagyok. Van új rizzölt. Gyorsak vagytok, srácok. Azt mondja... Fermentálás. Jó, még egy komolyabb villám, és akkor szerintem izélek, mert most nem tudom, mennyire lehetett hallani a dörgés, de elég szépet vágott ide. Még egy komoly villámlás, és akkor addig felfüggesztem azért az utcát. Sajnos ez egy ilyen nap. Még nyáron vannak ilyenek. Ha simán esik az eső, az engem nem zavar, de amikor villámlik, az annál inkább. Sajnos itt nálunk vidéken eléggé ramaty állapotban van a villanyos áram. Nem lalacodott be? Elég szépet szólt pedig. Most van a felhőszakadás. Jól van radarképen a VR. Zivatara közel. Igen, ezt én is látom. Ez pont rajtunk fog átmenni. Ó, bazzeg. És jó villámlik is szépen. Leszabotáltátok, nem tudom melyikőtök váltotta ki szabotást ma, de az annak sikerült. Annak sikerült leszabotálnia. Telefonom is csipog, hogy ő van. Vihar van megint, de jó. Kicsit még várok, hogyha még egyet villámlik, egy komolyabbat, akkor majd
pofászkodunk. Most múltkor is egyet villámlott összesen az egész vihar alkalmával. Kockáztatni még nem akarom a számítógépemet, mert hogyha belevág a villám itt a vezetékbe. A szemközti hegyen konkrétan ott folyamatosan van valami villámkár, tehát elmegy egy komolyabb vihar, ott hét szentség, hogy egy csomó cuccin gázkazánok, meg mit tudom, azok így megsemmisülnek, kb. Szétégnek, meg mit tudom én ilyenek. Azért. Azt nézem, mi az, hogy beragadt nekünk ide a padló? Na, ott van az agyag, nagyon jó. Tehát ahogy legyártok egy agyag cuccot. És az milyen? Szigetelésben nagyon jó, és 110%-os a traversal speedje a fapadlóhoz képest. Nem volt szabotás kiváltva? Na. És még csak az se volt, Sari, látod? A csarnokot szerintem kétszintesre fogom építeni. Lesz egy ilyen félszint. Ne legyen nekem igazam. Kösz. Tudtam, hogy rád mindig számíthatok. Rakunk oda két-két ilyen nagy keresztgerendát. Azért egyszer vesz elővel. Az egyik kecskén kiszabadult. Mi a szar? Pész, mesterem, szépen köszi a szerzőstét, mert egyből plázát épít. Hát, ezt mond Girosznak, aki szerint felháborító, hogy ilyen téglaformákat építek, meg ott meg izéket, négyzeteket. Na, kupenda, hello, hello. Éppen vihartomból, vagy éppenséggel vihar érkezik felénk. Potenciálisan le kell ülnöm a streamet nem sokára. Ezt jelzem előre itt az újonnan érkezetteknek. Nem szeretnék villámkárral sorba állni a gépújítóknak a izébe között, mert nem, hát inkább végiát vennék, mint sem izét. Nem tudom, komplett új gépet, vagy új tápot. Aztán imádkoztatok, hogy a tápon nem csap át a izé, a cucc, hanem csak a táp hal meg. A kecskéket mióta engedik ki onnan, vagy meg van határozva egy karám, vagy mi a fene? Érdekes. Két-két kis srác ott van kint. Zolcsi, mesteren szépen köszi a százas csért. Felettébb érdekes. És visszaviszik őket legalább, vagy majd a farkasok megeszik a kecskeimet. Sari, mesteren szépen köszönjük a százas csért főnök. Törpintés elmaradt? Nem. Sosem maradt el. Zolcsi, mesteren szépen kezdi ismételten a százas csért, nézze be. És nem viszik vissza őket. Limitált karám hely. Hogy fogok én így csirkéket tartani? Meg most jött még egy kölyök. Jézusom, le kéne vágni párat. Hogy lehetek ilyen maradi? Amikor a Tesco-ban már ott van a művi hús. Meg még mindig állatokat kínzok.
két fát kivágjuk. Na, és itt van a fermentáló állomás. Végi alapban, mert Sari mesteren szépen köszi az ezőscsért. Hát egész jól normalizálódtak az árak egyébként, nem tudom ki nézte a végi árakat. Nem mondom, hogy abszolút normális, meg megfizethető, de most legalább nem másfél millió forint egy 38-as, hanem csak ilyen, tudom, 400 valamennyi. Aztán már hisztiznek a izék egyébként. Hisztikéznek ám a szkalpelek, hogy jaj, mennyit buktam. Itt van hegyekben állam a VGA. Red Current, Apple. Van alma, van gyümölcsfa a játékban, van alma. Red Current, kebécs, speed, karat, repülőt, ebben radból lehet csinálni ecetet. Abban a pillanatban bazzeng, azért a rohadást megcsináljuk ecetnek. Sari, mesteren szépen köszi a 200 csírt. Köszi szépen a támogatást, főnök. Fermenting mesh. Ez mire jó vajon? Fermenting fruit juice. Cradling milk. És ez mi az a cradling milk? Jó. Csináljátok minden esetre. Hát nem kicsit buktak most ugye, tehát majdnem ilyen izéket, ilyen 6-800 dollárokat buktak végénként. Vagy 6-800 ezer forintokat buktak végénként. A köcsögök próbáltak nyerészkedni, aztán rajtuk maradt a cucc. A kollégsz mester, nagyon szépen köszönben észtek, köszönben neked 50 csírt, meg Dalsz neked is nagyon szépen köszi a 100-as csírt. Nem. Még egy konyha azért kell. És jó, hogyha van kettő kijárat. Úgy. Konyhába rakjunk ablakokat is. Kell egy kijárat a konyhából pluszba. Hiszen van valami udvari kijárat, vagy ilyesmi, az azért nem árthat, ha van. Jó. Meg tudjak szellőztetni a konyhából, az is nagyon fontos. Sari, a 4000-es csírta, jó Isten! Hát így nehéz lesz téged utolérni, Sari basszus. Zsolt mondta, hogy neki eltökélt szándéka téged utolérni csírbe. Mondtam neki, hogy ahhoz valószínűleg neked is lesz egy-két szavad. Hát úgy látszik, hogy igen. Rakunk ablakokat. Beraktam egy ajtót. Nincs olyan 200. Hát akkor lesz majd új csíremótod a 200-nál. Oda. És ez lesz a konyha. Ide megrakunk egy ajtót. Meg ide is. A konyhának a felső szintjénél tudunk majd ezért tárolni, hogy milyen rendellagokat csinálok. De mi van a végén ma? Mi a fene van? Mekkorákat rendellagol ez a szar? Sejtem, mi van. Ja, most jó. A Tovice mesterén szépen köszi a 100-est, nem maradják ki a bulliból.
De innen látszik egyébként azt, hogy a 1070 az nem arra lett tervezve, hogy streamelni fognak vele, meg ilyesmi. Hogy, mit tudom én, fönt hagysz egy, mit tudom én, egy Discordot, tehát nem tálcázod le a Discordot, akkor ugye abban már a 1070-es azért már hisztizik. Renderlagokat csinál. Nem tudom én, Steamet fönt hagyod, azt is nem x-eled vissza a tálcára a helyére. Egy emeletet. Meg oda. Ó, kell ezzel. Szabda, harmadik hónappal. Főnök, melyik őtök írta át a nevét? Szabda, nem rémlik. Ki írta át a nevét, vajon? Igen, Space. Nekem nincs két gépes rendszerem. Egy géppel nyomom. Higgyem el, hogy 10. Én elhiszem. Ha te azt mondod nekem, főleg ha csírbe küldöd, ugye, akkor én elhiszem. Kész, ennyi. Vagy nyitva. Azt is. Azt is hagy nyitva. Pedro, a 100-as csírre nézed, a mester is beszállt. Mesteren szépen köszönjük is a támogatást, főnök. Konkrétan éjszakai sötétség van nálunk már majdnem. Amíg nem dörög, addig annyira nincs para, de az a baj, a vihar előtti csend is van. Most megint abba hagyta az esést. Ezt csinálta nálatok is egyébként? Ma nem tudom, melyik költök van. Dél-Budán, Ó-Budán. Azt hiszem az a hullám jön felénk, amelyik Budát csapta szét. És nagyon villámlott, Space? Tehát nagyon villámlott, mert igazából, amit szakad az eső, az engem nem érdekel. Egyáltalán nem villámlik? Az jó. Mert azt hallom, hogy iszonyatosan dörög. Az előbb villámlott is. Mint ahogy most is. Megint dörög nálunk. Pedig no, hello, jó szórakozást. Ugye parázok a géptől, mert nálunk ugye, mint ahogy mondtam, szaraizé az elektromos rendszer. És a szemközti hegyen nincsen villámhárító. És emiatt rendszeresen belecsap a villám a izébe, a szemközti hegyen lévő ilyen transformátorba meg izébe, és az meg ugye az egész környéken lecsapja az áramot, meg túláramot nyom. A szemközti hegyen szinte állandóan van valami villámkár. Ott folyton mesélik az embereknek, ugye folyton mesélik az ott élők, hogy hát így, nem tudom én, belecsapott az áram, aztán szétment a kazán, meg mit tudom én ilyenek. Ez meg nekem nem hiányzik, hogy itt, nem tudom, egy szántógépem szétmenjen. Sari, egy ideje már nincsen egyébként. Na, ott a tartógerenda. Ez is megvan. És jó, most villámlott egyet. Srácok, ne haragudjatok. Félbevágjuk a izét, jó? Inkább ne kockáztassunk, inkább legyen ma hosszabb, ugye ma inkább lesz kicsit később, ráhúzzuk a streamet.
Nem akarok kockáztatni vele. Jó, azt mondja, fél... 3 van, 1,5 órát nyomtunk bele a mai streambe, ugye 6 órát, már 6 órát azt megtartjuk, legfeljebb kicsikét tovább tartok, majd kicsit tovább leszek jóval. Amint elvonul ez a téből, jövök vissza, jó? Bízom benne, hogy ez minél hamarabb lesz. Gyorsan sietek és kikapcsolom a gépet, mielőtt még itt probléma. Nem kitartás, meg semmi, nem jövök vissza, hogy elment, tehát hogy itt nem jövök vissza. Discordot majd figyeljétek meg, majd Twitteren is pöttyintek egyet, hogyha visszaérek, jó? Ahogy elvonult, jövök vissza és folytatjuk innen, aztán majd annyival tovább tart a stream, egy óra, egy és negyed óra, két óra szerintem is jövök vissza, szerintem maximum, attól függ, hogy milyen szél van. Jó, srácok, ciao, sziasztok, jövök vissza, sietek,